Silent Xbox. Ez gondoltam, hogy ha ilyen lassan évvége van, karácsony minden, úgyhogy gondoltam, hogy kezdjük meg a játékot. Az elemvéket szeretném inkább folytatni, csak hát az inkább horror ugye, és akkor úgy tenni az élet, hogy horror játékban van. Hát a Bumble-t meg ugye nem tudom tovább játszani, mert nem értek egyszerűen hozzá, hogy így itt tudnak a szörnyek. Majd hogyha lesz rá valamilyen leírás a szörnyekre, akkor majd folytatom, hogyha találok. Na, és a Yuki's Island Express, ez egy gonoly túlgó bogárról szól, aki egy postás az álljogdánkban, és méghozzá ez a képzeltbeli Mukumonam szigetén játszódik. Ez. Hát arról szól igazából, hogy ez egy ügyességjáték, ugye? És ilyen meg kell védeni a szigetet, meg van itt valamilyen nagy szobor is, amit meg kell védeni gonosz erőktől. Hát a Yoku's Island Express az nem olyan régi igazából, tavaly adták ki, tavaly májusban, méghozzá a svéd készítői vannak, a Villa Gorilla, és akik kiadták, az a Team 17. Még nem olyan hallottam erről a két cégről. Igazából egy olyan játékot kell képzelni, mint mindenkinek megvan szerintem az a régebbi retro pinball féle gép, hogy ugye van ilyen két nyíl, és akkor a golyót kell fizélni. Hát ez is valami hasonló, csak ügyességi játékban. Na, nem is pazarlom tovább a szót. Vágjunk be, nézzük, hogy mit kell csinálni ebben a játékban. Kíváncsi vagyok. Ott van Yoku. A nagy túló. Ó, de aranyos, egyen meg. Az ott mi egy? Kölj csak ez éppen. Ah, most utazik a szigetén. Ott van egy tigris. De gyönyörű, hogy a grafikája ilyen. Kézzel rajzolt grafikája van, ahogy nézem. Nem tudom. Ah. Jó. Ah, és akkor így van ez a gömb. Hát ugye a ganaj túró bogarak, azok mindig így tolnak maguk előtt valamilyen gömböt. Nem értek a ganaj túró bogarakhoz, hogy miért tolják ezt. Mindegy. Mukumonam strand. Az ott egy postás cápa. Enter. Szóval te vagy az új postás, aki küldtek nekem, igaz? Posterodactyl. Ja, ez egy Pterodactylus. Egy dino, csak hát ugye ez a repülő dino, úgy lehet ismerni. Azt hittem, hogy egy cápa basszus, így első látásra. Örülök, hogy feltűntél itt. Valami nagy járkál közelben. És nem érzem úgy, hogy mit kéne lennünk a közelben. Nem kell beütnünk az órunkat. De ez a beszéd, ahogy mit ad, hogy... Érdekes. Nem is... Mondjuk így jobb is, hogyha így beszél, és nem rendesen szavakat képez szerintem. Azt mondja, hogy miért elmegyek. Odaadom az első megbízásomat neked. Öreg, vagy régebbi postal badge. Jó, hogy
adja a régebbi ilyen kitűzőjét. Igazából. Azt mondja, vigyem el Nimnek a translátornak. Vigyem el Nimnek a translátornak a faluban. Jó. Azt mondja, hogy a szigetnek a postázása most már te feladatod. Gondoskodj arról, hogy vidd ezt a kitűzött Nimnek, hogy bajba leszel. Jó van, viszont nyugi főnök. Nem akarok balhét. Ennyit. Ennyit nekem. Viszlát és sok szerencsét. És gondoskodj jól a postai szolgáltatásról. Persze, mindenki. Az igen, hogy elrepült. És akkor felszavol. Jó. És hol kell vinni? Így messzire. Jó van. Szóval ja, gondoltam, hogy emmel kell megnyitni a térképet, hogy merre kell venni. Jó, össze van. Na, és akkor menjünk erre akkor. Mi ez a posta? Ezt meg lehet nyitni? Lehet ugorni? Vagy mi? Ah. Space az inventory. Mi ez a posta itt amúgy, ezt nem lehet megnyitni? Nem tudom. Lehet, hogy majd ide is kell postáznom valakit, vagy valamit. Most akkor lehet ilyen gyümölcsöket szedni. Mi ez? Ah, és akkor itt van a pinball, amit kell irányítani. És akkor azt mondja, hogy a jobb shifttel, meg a bal shifttel tudom ezt irányítani. Úgy a bonyolult a kezelésre, várjunk csak. Lehet, hogy ezt át kéne raktam mondjuk valami F-re, meg G-re, vagy valamire. Hogy ne egyelőre, jó? Aha. Aha, ott tudok kijönni. És amiben van ilyen sárga buborék, azokban vannak a gyümölcsök. Hát ez nagyon menő. Tök király. Viszont azt a régebbi pinball hangulatot, ugye? Ez eléggé retro volt annak. Aha. Tök jó a zenés, úgy. Aha. Jó. Mi ez? End. Miért akkor, hogyha befizetek ide 30-ot, az mi? Nem tudom. Ó, mennyi? Gyöp! Mert... Ó! Basszus, nem értem, hogy mi a franc volt ez. Foszfor. Ez nem valami kémia anyag? Na mindegy. Azt mondja, hogy... mit gondolsz, merre mész? Postás. Ez az én... pocsolyám. Azt mondja, hogy ha át akarsz kelni, akkor fizetned kell én. What I want grows. Azt mondja, hogy nézzek, hogy mit akarok, és az a High Cliffs Above-nál nő. Van valami növény. Jaj, gombát akar. Gombó. Aha, azt mondja, hogy a szám nagyon éhezik a gombát. Csak erre tudom gondolni. Szóval, hogyha hozol nekem egy nagy darab gombát, akkor hagyom, hogy átkeljen. Jó van. Akkor szeretjünk neked gombát. Na ez csak akkor most ezt kell beaktiválnom szerintem. Arra úgy tudok menni. Aha. Feladottam egy ilyen pinballt, vagy mi?
Így, né. És arra hogy tudok átkelni? Ahogy szerintem most be kell fizetni, nem tudom. Várjunk csak. Jó? Nem tudok ott átkelni. Úgyhogy csak erre tudok menni. Nem tudok amúgy ugrani, vagy valami. Egyszerűen nem. És akkor most ezt kell. Jaj, de szép. Csak erre van valami? Aha. Ezt anyom. Akkor csak úgy tudok átmenni oda. Értem. Hát ez nagyon cuki. Na, csak akkor nekem ezt kell. Inni. Bum! Most csak úgy kell, hogy így. Aha. Nem mindegy, hogy mikor lőjük, ugye? Inni. Az mi az a gömb ott? Másik oldalt. Van egy gömb. Mi az a... Aha. Ezt így be kell aktiválni, értem. Ugyan, mint a régebbi pinball játékokban, ilyen bónuszt adni. Várj csak, ott esett egy gyümölcs. Várj csak, ezeket fel kell szedni, jó? Így, mi? De honnan esett az a gyümölcs? Abba folyamatosan jön abból a kis fából, vagy mi? Ah, mennyi gyümölcs! Tökéletes. Ez csak. De. Így, mi? Tökéletes. Azt hiszem minden gyümölcsöt felszedtem eddig. Csak most át kell előre a másik oldalra. Állj, francba. Nehéz amúgy. És ez még csak a játék eleje. Ó! Oh. Még több gyümölcs. Na, menj már rá! Fézz meg, nem tudom átlőni. Úgy kell, hogy pont a végén lövöm el. Úgy sem így tudom szarakodni ezzel. Így. Jó. És akkor ide fel. Szűnye, hogy... Ó. Oh. Gyümölcsöt adott a szikla. Ez mi? Baldino. Mi az a Baldino? Kopasztino? Ez kell 30 gyümölcs, amilyen van. Mi ez a kincses lába? Ez mi? Kaptam valami noise maker-t. Azt nem tudom, ez noise maker az izé, amúgy sheep. Mert tudom, miért úgy így, hogy noise maker. Azt mondja, hogy valamire kell lesz ez majd. Mit tudom széttörni azt a... Oh, értem. Most attól, hogyha benyom az entert, akkor így a sípa így kettő. Ez ilyen szülinapi partis duda, vagy mi.
és akkor ezzel így ketté tudom törni a tárgyakat. De menni. Kelj fel, jó reggelt! De szeretek ilyen feljönni, gombát keresni. Ez egy jó... Az akkor hangok olyan, mintha mondjuk éhes gyomorkorgás ellen. Ez egy jó hely, hogy ilyen pik, vagy egy fungit keressek. De óvatosnak kell lenned. Itt vannak ilyen mérgező tóc, túlz, valami. Van valami mérgező növény, ami nem messze nő. Szóval egy elég egy érintés és napok ki lesz ő. Azt mondja, hogy ha még mindig akarsz szedni pár gombát, akkor ajánlom, hogy menj a cliff, amilyen cliffekre, és ott terem a legfinomabb. De hogy ez az, hogy mire van itt ez a videó? Gondolom majd lehozza nekünk, hogy valami. Csak erre mi van amúgy? Át kell lőni magam oda a másik oldalra mondjuk. Oda hogy lehet átlőni magam? Hát látom, van izé. Mindegy. Ez micsoda? Ah! Ezt csak így meg kell fújni. Lepkéket is el zavarni. Gyönyörűen, hogy a grafikája nekem nagyon tetszik. Csak fellövöm magam. Adjál gyümölcsöt. Égni. Enter. Ja, ez egy attól nézni, hogy mi van az adott részen. Ezt ketté kell törni úgyis. Ez 30 gyümölcs kell, akkor befizetem. Égni. Ez mi? Aha. Ja, az ilyen részeken kell... Aha. Jó. Jó. Ah, már azt hittem, hogy így le tudok esni. Mint a pinball játékokban, de úgy látszik itt nem. Csak úgy látszik, ez direkt ilyen rész, ahol csak ilyen pinballt használtuk. Igen. Az. És ha oda beszorulok, akkor így visszalő. Érdekes kis játék. Ezt meg kell hagyni. Aha. Jó. Még több gyümölcs. Nehéz amúgy. Sose voltam annyira jó ezekben a pinball játékokban. Régebben is. Ó, mennyi gyümölcs. Ez igen.
Azt is kettőt törtem. Meg is van a gomba. Juicy gombas. Most meg kell tettem a... Ó, mi ez? Aha. Most felszedtem ezt a mérgező gombát is. Aki ezt megeszi, az ki lesz hitve egy idejére. Ez lehet, hogy arra... Csak... Bum! Meg kell szoknom még azért az irányítást. Nézzünk el akkor most erre. Azaz, törjük csak szél a gyümölcsöket. És ezeket a kristályokat. Aha, van egy ilyen kis totem is, amit be kell aktiválni, nézem. Ezt azt úgy tudom, hogy ha ki... Ez most nem is az a gyümölcsök, csak az, hogy be kell aktiválni. Így. Pum. Még egyszer. Azaz. Ez a beszél. Fruit-tastic. Ó, bazd meg, leestem. Na jó, még legalább vissza tudok jönni. Aha, jó. Pum. Neki kell centizni. Ó, hogyha még van max, akkor nem lehet többet szerezni. Noha, arra ügyelni kell azért. Ne vészen kárba a gyümölcs. A drága gyümölcs. A szegény Yoko amúgy, hogy így össze-vissza. Na, már szállnál fel vajon. Nagyon ki kell centrizni ezt a... ezeket a lövéseket. Ígyni. Akkor azt hiszem erre kéne jönni vissza, nem? Mondd azt meg valamit? Ja. De szépen, hogy még dicsérsz az emet látom. Csak akkor nézzünk el erre. Erről jöttem ugye. Csak meg kell szoknom, hogy ugye a kék az a... az a bal shift, a sárga meg a jobb shift. És lehet ilyenkor dönteni, hogy barátságos leszel, vagy jó postás leszel, vagy nem. Én akkor most barátságos leszek inkább, nem tudom. Pincsi. Ez nem is vagy olyan rossz ganagydúl. Azt mondom, most már nem foglak megállítani. Ennyi, kösz szépen. Angolna. Hogyan kéne kiszednem azt a... Hát, hogy ez is valami... valamilyen tárgya lehet azt ott ledönteni. Azt a tuskót is akkor azon tudok átkelni. Nem tudom. Vagy pedig át lehet szerintem. Jó. Basztus, tel vagyok. Valahol el kéne költeni. Úgy pont el tudom. Az ott mi ott lent? Nem tudom. Szerintem ezeket a virágokat is lehet valami használni. Nézzük fel ide. Így mi? Ez mi?
egy retek. Látom egy retket. Azt mondja, akinek minél több retke van, annál szerencsésebb lesz. Szerintem most kell... Ó, ezek ilyen rúnák, és fel kell tölteni azt az oszlopot. Értem. Jó, már csak egy rúna kell. Az meg itt is van. Ez a beszéd. Majd találtam egy láda, hogy nézem. De hogyan lehet eljutni? Talán ezzel? Lehet, hogy... Csak szerintem ez lefelé is tud lökni, nem? Nem tud lefelé lökni. Csak egy irányba. Akkor valahogy majd... Ezek a ládák, amit szerintem ilyen titkos részek, hogy így össze kell gyűjteni, és akkor... Ott van megint egy vödör, szerintem az is valami tárgy kell. És igazából lehet, hogy olyan hasonló mechanikája, hogy így össze kell gyűjteni a tárgyakat, mint a... Guacamelee-ben, ott ugye ilyen képességeket kell összeszedni, és akkor úgy lehet ezeket a különböző tárgyakat, meg részeket így ketté törni, vagy mi. Ja, nem ez az izé. Ah, ez a virág a saving point. Jól van. Most nézem ott. Lent nekem csak a videó kamera eltakarta. És akkor befizetek ide 30-at. Máshol nem is lehet elkölteni. Itt tartom, van valakinek a szobája, szerintem majd így is kell postázni valamit. Ez így van itt. Találtam egy Velvet Abrilt. Ó! Oh! Mostantól 150-et gyűjthetek. Mert eddig csak 100-at tudtam. Tök jó. Itt is posta. Nyuszik van. De aranyos kis nyuszók. Szavaz Ganaj Túró. Adj egy pacsit. Vagy... Hent az őzé. Mi az segítőkezet. Azt hittem, hogy pacsit. Suitlings. Az mondja, hogy valami... Amilyen Suitlings, mi a Suitlings. Gonosz lények. Elhasználták a Facebook-et. Azt mondja, hogy kérlek szabadulj meg tőlük, és akkor megjutalmazunk valamivel. És hogy tudjuk? Hát ezzel nem. Akkor várjál, hogy lelövök önmagam. Ah! Itt van az izé, mérges növény, itt nem szabad. Aha, ez elvesz gyümölcsöt, hogyha ráesek. Ajajaj! Komolyabban kell játszani, itt azért. Nem szabad rásni arra a tüskére. Nem akarok gyümölcsöt veszteni. Ha itt is runát kell gyűjteni. Úgy. Bum! Az egy rúna kell, meg is van. De nem még kell egy. Ja, ott van olyan külön bubis. Bubira. Buborék, amiből esik olyan mana. Cucli. Mi az rúna? Milyen manáról beszélek én már. Azaz. Bum. Visszafelé is be kell aktiválni. Ott volt még gyümölcs. Ah, ezt kell ketté törni. Mik ezek a habaparcsok? Kilőttem. Hm.
Fú, látszik, ez csak ilyen izé, intro volt, hogy tök jó, hogy így fellőtt, és akkor még ott volt az izé logó. Látszik, kitoltam azokat a bolyhoskákat, mik azok. Kösz szépen! Ez most már legalább más problémája. Vagy egy csomó gyümölcsöt, majd nekik is kell postáznom. És majd saving point. Nézzük, mi van itt. Jó, ez egy méhecske. Na, hogy beszéljek már vele? Így elé kell állni. Ó, végre! Be voltam szoróba a büdös köcsökbe. Büdös köcsökbe, hát ezt jól megmondtam. Túl sokáig voltam beragadva. A nevem Kickback. Kickback? Visszorúgsz? Azt mondja, új vagyok ezeken a részeken, de kitalálom, hogy mit adjak neked egy jutalma, azért meg kiszolgítanak el. Aha, szóval segít leblokkolni ezeket a különböző tüskéket. Ah, tök jó, segítőkezet nyújt. Igazából, ugye kell valami kulcs, hogy nézem. És csak. Aha, itt le kell esni valamire. Így hagyni kell, hogy leessen. Erre van valami? Itt is biztos vannak ilyen titkos részek. De látszik, hogy nincs. Ha, ugye? Hogy elrepültök is, azért. Hajn. Köszönöm a segítséget. Ah, oda kellett egy rúna. Jó van, értem. Szép, nagyon jó csapat vagy. Az biztos. Szóval egy kicsit tovább maradok is. Segítek neked. Ez egy random fel fog bukkanni és segít mostantól nekem. Hát kösz szépen, haver. Csak ott van egy... Erre csak le lehet menni. Most nem akarok lemenni. Be kell fizetni 30-at. Csak erre mi van? Csak ezeket kettét törlöm, itt egy csomó gyümölcs. Igen. Ide is kell majd postázni. Ó, ott van még egy retek. Szerintem csak ez a retek az ilyen... 80-at kell befizetni. Annyi pénzem még, mi az, annyi gyümölcsöm még nincs. Itt van még egy nuszi. Kedvébe segíthetek. Szerintem, hogy ez a ganajtó, aki elzavarta azokat a szörmókat. Ó, azt mondja, felajánl nekem egy jutalmat, hogyha befizetek neki 100 gyümölcsöt, akkor ad nekem egy ilyen nagyobb gyümölcstárlót, ugye nem tudom, már 200-at tudok. Slug Gardens. Mert csak nézzük meg a... Emmel, hogy hol járunk. Milyen messzire kell menni. Ó. Nem messze vagyok. Mondjuk... Nézzük el akkor erre. Erre kell jönni. Hogy láthatom legalább a térképet, amit de
Igen, szépen van felépítve, hogy az egész pálya minden. Csak most erre kell jönni. Jajjaj, megint ott van tüskés kövény. Na jó. Ketté kell azt törni. Azt a nagy kék valamit. Jó, majdnem leestem. Bum. Még oda fel kell lőni egyszer még. Így. Bum. Ez is megvan. Kiváló. Azaz. Na. Megvan a harmadik is. Most már fel lehet oda menni. Kiváló. Ott van egy retek, amit össze kéne szednem valahogy. Csak hogy? Jutok el oda? Hogyan lehet oda fellőni? Olyan oda fel kéne mennem az a retekhez. Szerintem azért jó, hogyha azokat összegyűjtjük. Csak nem tudom, ajjajjaj. Franc. Baszki. Ez az szerencsé, hogy nem sok... nem sok gyümölcsöt veszítek, hogyha leesek. Ezért jobb nem leesni. Hogyan kéne fellőnöm magam a retekhez? Ah, majdnem! Szerintem... meg kell majd teljesen a legaljára érjen és úgy lőjem ki. Nem tudom, hogyan kéne. Ó, még ott is nagy izé, amit be kell aktiválni. Aha, látom már. Úgy. Jó, nagyon gyümölcs. Figyelni kell azért a részletekre, nagyon. Ó, oh, most már leidézte az izét. Mi az méhecskét? Most már legalább nem tudok oda leesni. Jó. Ó, oh, a méhecskét csak egyszer használatos. Gondolom. Nem tudom. De hogyan kéne felvenni azt a retket? Ó, már meg vagyok max. Nem jó az így. Valahogy el kéne költenem. De hogy? Ide feljövök. Ott egy checkpoint. Hát. Mi az? Ő már nem vagyok messze, azt jelzi. Be kell fizetni 30-ot. Jó. Juice Master. Szóval csináljon koktélokat. Szóval én figyelj, az én területemem vagy. Szóval ez a juicery, az koktél. Koktélos, az túl a koponya klánhoz tartozik. Azt mondja, mit csináljuk a legjobb kakaó, juice-t, mokomonát.
koktélkeverés az nehéz feladat, nehéz munka. Egy nagy túlnak ez semmit nem jelent, szóval nagy távol és vigyázz magadra. Nem, akkor hogy fel kéne jutnom. Nem vagyok messze igazából a dolgozhattak amúgy ezzel a játékkal, így basszus, hogy így így pörög a labda meg minden. Azért ez rengeteg munka szerintem. Ezeket az animációkat megcsinálni. Csak én gondolom így, az mi volt, mi lakott el. Be kell fizetnem lassan, mert el vagyok. Mokulom van a village, itt is vagyok. Ó, ide be kell fizetni 10 retket. És akkor mit kapok? Mokuma speed. Neked kéne odaadnom a... Szép. Jöjjön Nim! Szóval mi ez? Ez nálad van ez a posta kitűző. Akkor te lesz az új postán. Én vagyok Nim a translátor. Translator lenne a fordító, de mindegy. Nem értem, hogy miért nem úgy jövő, hogy translator. Mindegy. Szóval én vezetem körbe az embereket Mokumana szigetén. Szóval én megrázom a kezedet, de egy kicsit de fel vagyok kire kötve. Azt mondja, hogy nagyon, hogy feltűntél, mert Mokumát megtámadta egy isten gyilkos, hogy így. Mokuma a mi az? A szigetünk szíve, úgymond. Ha elveszítjük Mokumát, akkor minden elveszik. Minden szépest. Azt mondja, hogy reggel támadták meg Mokumát. Olyan gyors volt. Azt mondja, hogy nem is láttam semmit. Azt mondja, ki akarták szívni a Mokumának az élet erejét. Egy erőt kapjuk. Tudom, hogy nem... hogy van egy csomó megbízás, minden, de ez fontos. Erre küldelek. Figyeles. Szóval menj a postal badge. Így nem, hogy tartsd magadnál a posta postás kitűződet, mert szükséged lesz rá itt a szigeten, hogy a szigeten intézd a dolgaidat. Ezeket a leveleket el kell szállítani 3 darab ilyen vezérnek Mokumanát.
az, hogy elfogadják az ő idézéseket, szóval akkor ezeket meg kell idézni. Talán lesz egy kis munka vele, de ez a feladat nagyon fontos. Szükségünk van az erejükre, hogy meggyógyítsák és megmentsék Mokumát. Ezek a vezérek a szigeten szerteszél szét vannak különböző részén raknak a szigeten. Én beszélni magyar. És Spinával kéne kezdened, aki Marokkóban lakik. És ott lehet megidézni, gondolom. Azt mondja, hogy jutsz el oda, hogy hát mész a nagy víz, nagy vízesésen. Aha. És akkor ott az a három. Három vezér. Na jó, de szerintem én fogom folytatni a következő részbe. Nagyon tetszik ez a játék, élvezetes amúgy nagyon. Olyan tisztán jó hangulata. Szerintem eddig nincsen vele semmi probléma. Úgyhogy innen fogom folytatni a következő részbe. Akinek tetszett a videó, az nyomja egy like-t, és találkozunk a következő részbe. Addig is, sziasztok!